Szeretettel köszöntök mindenkit, én Kálmán Tamás vagyok, és ebben a videóban arról lesz szó, hogy hogyan váljon a szenvedélyeddé az angol tanulás. Olyan módszereket és technikákat fogok mondani ebben a videóban, amelyek teljesen ingyenesek, és amelyeket még a mai napon el tudsz kezdeni. De kezdjük a dolgokat a legelején. A legtöbb nyelvtanuló számára az angol tanulás egyfajta munka, és nem öröm ma Magyarországon. Az emberek többsége muszájból tanulja az angol nyelvet, mert egyszerűen szüksége van rá egy egyetemi felvételihez, a középfokú nyelvvizsgához, az emelt szintű érettségihez, vagy egyszerűen egy magasabb beosztás miatt a munkahelyén. Tehát az angol tanulás egyfajta kötelezettséget jelent az embereknek, és nem egy örömforrást. Ha elmész bármilyen nyelviskolába, de akár a hivatalos oktatási rendszert is említhetném, ott általában egy angolóra úgy néz ki, hogy egy kis beszélgetés után általában a tanár minden diáktól mondjuk jó esetben kérdez egyet, kinyitják a tankönyvet, és elkezdenek olvasni, és feladatokat megoldani, mert a jövő órán nyelvtani teszt lesz, vagy éppen szódolgozat. Ahhoz pedig, hogy az angol nyelvvel te radikális haladást érj el, ahhoz minden egyes nap kell egy kicsit angoloznod, tehát kell foglalkoznod az angol nyelvvel. Erre pedig a tankönyvek túlnyomó többsége nem alkalmas. Tehát én még nem láttam olyan diákot, aki elalvás előtt üres óráiban csak úgy önszorgalomból kinyitja az angol tankönyvet, és elkezdi nézegetni a következő unit feladatait. Lehet, hogy van ilyen, én még ilyennel nem találkoztam. Nos, éppen ezért alakult ki az a helyzet, hogy Magyarország az újrakezdő angolosok országa, az emberek túlnyomó többsége, akik angolul tanulnak, azok 5-10 angoltanulással töltött esztendő után is körülbelül egy középszinten vannak a nyelvtanulás szempontjából. Hogyan lehet elkerülni ezt a helyzetet, és hogyan lehet rávenni téged arra, hogy minden nap foglalkozz az angoloddal? Nos, nézzük a következő 5 lépést. Az első lépés. Járj olyan helyekre, ahol nagyon sok a külföldi, akivel angolul beszélgethetsz. Ha te mondjuk egy egyetemen vagy főiskolán tanulsz, akkor nem lesz túl nehéz megtalálni a külföldi diákokat. Nagyon sok egyetemen vannak olyan diáksegítő vagy diáktanácsadó központok, ahol magyar diákoknak az a feladatuk, hogy segítsék a külföldi diákok beilleszkedését. Semmi dolgod nincs, mint valamilyen munkát vállalni az egyik ilyen központban. Ha multinacionális cégnél dolgozol, akkor is nagyon nagy valószínűséggel lesznek külföldi kollégáid, akikkel angol nyelven tudsz kommunikálni. Egyszerűen azt kell, hogy mondjam, hogy legyél segítőkész, keresd a lehetőségét annak, hogy minél gyakrabban és minél rendszeresebben beszélgethess ezekkel a kollégákkal angolul. Ha egyik lehetőség sem érhető el a számodra, tehát nem jársz egyetemre vagy főiskolára, vagy nem dolgozol multinacionális cégnél, akkor is van egy nagyon jó módszerem, ami valószínűleg segíteni fog neked, és amit ajánlani szoktam a diákjaimnak. Ez pedig az úgynevezett International Meeting Point, vagy IMP. Tehát International Meeting Point. Semmi más dolgod nincs, mint ezt a szót, hogy International Meeting Point, beírni a Facebook keresőjébe, és azonnal megtalálod azt a nemzetközi csoportot, ami tulajdonképpen körülbelül 2 heti rendszerességgel rendez összejöveteleket valamilyen fővárosi kávéházban vagy szórakozóhelyen. Itt nagyon-nagyon sok külföldivel találkozhatsz, semmi más dolgod nincs, mint rendszeresen eljárni ezekre a rendezvényekre, és keresni a lehetőségét arra, annak, hogy angol nyelven beszélgethess, és új barátokat szerezz ebben a körben. Második módszer. Nézz minden nap olyan angol nyelvi filmeket vagy sorozatokat,
amelyek a kedvenceid. Nos, én egy egész playlistet szántam ennek a módszernek. Gyakran mondom, hogy én leginkább a vígjáték sorozatokat javaslom, éppen azért, mert a rövid 22 perces formátumok lehetővé teszi azt, hogy minden nap mondjuk megnéz és feldolgoz egy, azaz egy adott részt abból a sorozatból, és tulajdonképpen szórakozva tanulj angol nyelven. Harmadik számú lépés, olvass angolul a kedvenc magazinjaidat, vagy olyan tartalmat, ami éppen téged érdekel. Gyakran mondom szintén, hogy szerintem a Wikipédia, vagy én legalábbis az angol nyelvi Wikipédiát tartom az internet legjobb találmányának. Biztos, hogy találsz olyan szócikket, ami érdekel téged, de rengeteg olyan angol nyelvű magazin van ma már, ami tulajdonképpen minden hobbit és érdeklődési kört lefed. Nem kell megvenned, vagy nem kell megrendelned ezeket a magazinokat. Elég, hogyha felmész ezeknek a magazinoknak az angol nyelvű oldalára, és ott rendszeresen fogsz új tartalmat találni. Negyedik számú lépés. Hallgasd a kedvenc zenéidet angolul, és próbáld megérteni, hogy miről szól a dal. Ehhez semmi más dolgot nem kell tenned, mint beírni a YouTube keresőjébe a kedvenc számodat, és mögé írni a lyrics, vagyis a dalszöveg szót. Rögtön ki fog jönni az adott számnak a szövege, és semmi más dolgod nincs, mint együtt énekelni mondjuk adott esetben az énekessel, vagy egy kicsit jobban szeretnél elmélyedni az adott számban, akkor igenis kezd el kiszótárazni az adott dalt, és próbáld meg megérteni, hogy miről szól a kedvenc énekesed legújabb száma. És az ötödik, egyben utolsó lépés, vezess naplót angolul. Tehát minden egyes nap lefekvés előtt írd le szépen angol nyelven, hogy mi történt veled aznap, milyen érdekes események vagy új információk értek, és mi fog történni veled holnap, mire készülsz éppen a következő napon, vagy az azt követő hétvégén. Ha ezt az öt nagyon egyszerű és ingyenes módszert alkalmazod, akkor elérheted azt, hogy nagyon jó kedvel minden egyes nap leülj az angol mellé, és radikálisan fejleszd az angol nyelvtudásodat. Úgyhogy én azt javaslom neked, hogy kezd el az egyik módszert, vagy akár mind az öt módszert még a mai napon. Köszönöm a figyelmet, viszlát legközelebb!